gazdálkodás és menedzsment ágazat a közgazdasági és ügyviteli területeket foglalja magába. Ezek a képzések az irodai munkavégzéshez nélkülözhetetlen adminisztrációs, informatikai és gazdasági ismereteket nyújtanak. És hogy hol helyezkedhetsz el a gazdálkodás és menedzsment világában? Gyakorlatilag minden termelő, szolgáltató vállalatnál, az állami gazgatásban, vagy akár a debreceni repülőtéren. Mi azt tűztük ki célunkként, hogy gyakorlatilag a fiatal középiskolás vagy főiskolás diákoknak minél nagyobb számban biztosítsuk lehetőséget annak érdekében, hogy megismerjék ugye a repülőtéren zajló folyamatokat. Természetesen figyelünk arra határozottan, hogy az itt dolgozó diákok gyakorlatilag a repülőtérről teljesen átfogó képet kapjanak. Gondolok itt arra, hogy szisztematikusan elviszük őket gyakorlatilag minden munkafolyamatra. Gondolok itt a toronyszolgálatra, gondolok itt az előtérügyeletre, és azért ugye nyilván így egyfajta pályaorientációt is tudunk kínálni a diákoknak. A képzés során a pénzügyi számviteli, valamint a vállalkozási ügyviteli szakirányoknak köszönhetően megismerkedhettek a könyvelés alapjaival, a megfelelő számítógépes programok használatával, pénzügyi műveletek előkészítésében és lebonyolításában vehettek részt. A képzésbe beletartozik az ügyfelekkel és partnerekkel való kapcsolattartás, megbeszélések és rendezvények szervezési feladatai. A Debreceni Szakképzési Centrum és a Takarékbank között 2018 óta van szoros együttműködés. Az együttműködés keretein belül a Szakképzési Centrumban tanuló diákoknak az iskolában pénzügyi tudatosság órákat tartunk, illetve rendszeres résztvevői vagyunk a szakmai rendezvényeknek. 2020-ban szorosabbra fűztük az együttműködést a Bethlen Gábor közgazdasági szakgimnáziummal, és örökbefogadtunk egy osztályt. Az örökbefogadás lényege, hogy a diákok az iskolában szerzett tudás mellé banki működés gyakorlatot is tanulhassák, illetve láthassák, hogy hogyan működik egy bankfiúknak a mindennapi működése. Több diák is nálunk töltötte a gyakorlatát, és sok diák döntött úgy egyébként, hogy ezek alapján, a megszerzett tapasztalatok alapján bankban képzeli el majd a jövőjét. Nagyon jó érzés azt tudni, hogy ebben nekünk is szerepünk vagy részünk lehet, illetve már most részünk van. Az ágazat pénzügyi számviteli ügyintéző és vállalkozási ügyviteli ügyintéző szakirányokat kínál, mindkét képzés 5 éves és technikus szintű szakképzettség megszerzésével zárul. Ha szeretnéd átlátni a gazdálkodó szervezetek működését, barátod a számítógép, precíz és rendszer szemléletű vagy, akkor a gazdálkodás és menedzsment ágazat széles karrierutat tár fel számodra. Ha további terveid között szerepel a felsőoktatás is, akkor a Bethlen Gábor közgazdasági technikumban a helyed. Készült Magyarország kormánya megbízásából, az Európai Unió támogatásával.